Ötletek egész tárháza képes kitörni a fejünkből. Ahhoz, hogy meg is valósuljanak az álmaink, elengedhetetlen a támogatás. Ezért jött létre az Input program, amely a startupoknak, vagyis a kezdő vállalkozásoknak nyújt segítőkezet. Ezeken az Input eseményeken bemutatkoznak a vállalkozások, akik hasznos tippeket kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a piacra jutni, hogy kell levédeni a saját ötleteiket. Múlt csütörtökön is egy ilyen rendezvény zajlott a Divinóban, melynek legfőbb célja az volt, hogy összegyűjtsék a különféle innovatív ötleteket, és tanácsokat adjanak egymásnak a jelenlévők. Mészáros Andrea egy online piac teret alkotott. Erre a platformra alkalmi munkákat lehet feltölteni, amelyekre diákok tudnak jelentkezni. A Click for Work alapítója azért érkezett a helyszínre, hogy segítséget, hasznos tippeket kérjen az országos terjeszkedéshez. Olyan alkalmi munkákra kell gondolni, mint függönyfelrakás, síléccet elhozni a boltból, otthon maradt kutyát megetetni, tehát rövid idő alatt elvégezhető munkát és szakértelmet nem igénylő munkákat kell gondolni. Engem rögtön megfogott az ötlet, én annak idején mindkét gyerekemet 8 óra munka mellett neveltem fel, sportoltak, hétvégén meccsekre, versenyekre jártunk, én minden, ami volt otthon, azt kiszerveztem. A férjem jött haza ezzel az ötlettel egy hétköznap, és engem azonnal levett a lábamról. Én azt gondoltam, hogy ez nagyon jó lehet, nagyon nagy segítség lehet az embereknek. Úgyhogy elkezdtünk ezen dolgozni, kiléptem a munkaerőpiacról több évtizedes évek után. Nem volt könnyű, nagy levegő, de egyre jobban bonyolódunk bele, egyre jobban imádjuk, gyakorlatilag egy szerelemmé vált. Nem könnyű, tehát ezzel az ember reggel kell, este fekszik, hétvégén megint ott találja magát előtte. Tehát a startup egy egész embert követel, itt a work-life egyensúly az nagyon-nagyon nehezen valósítható meg. Hát kell hozzá szerelem, kell hozzá az elkötelezettség. Az Input program vendége volt Gulyás Gergely, aki fotózásból keresi a zseppénzt, de most már ő is terjeszkedne. Az a célunk, hogy elsősorban a fiatalokat szólítsuk meg, és nekik profilképeket vagy Instagramra képeket készítsünk, és ez annyira nem nagy pénzbe fájna nekik, így lehetne egy kevés zseppénzt keresni a fotózással. Mennyi idő, míg az ember egy ilyen ötletre rááll el, és mondjuk kimer vele állni a világ elé? Hú, nálunk ez elég sokáig tartott. Úgy volt, hogy először tényleg csak így zseppénzt akartunk, és akkor ebben utaztunk, aztán rájöttünk, hogy ebben sokkal több lehetőség rejlik, mint azt gondoltuk volna, körülbelül egy év múlva, és akkor kezdtünk el ebbe az egész startupos vonalba mozogni. Hogy jön rá erre az ember, és mennyire kell mondjuk üzletileg átgondolni? Gondolkozik az ötleten, mert elkezdi megfogni, és rájön, hogy miket lehetne még vele csinálni. Üzletileg pedig mindenki pénzt szeretne keresni, és úgy kell alakítani a dolgokat. Kriskó Dávid, a program kecskeméti koordinátora a helyszínen elmondta, rendezvényeikre folyamatosan lehet jelentkezni az Input program honlapján.